mindenkit Molnár Krisztina Rita kötet bemutatóján. Nagy örömmel az, hogy az Író boltjában egy verses kötet bemutatójára így megtelik a galéria. Borsos Zsolannak hívnak a Szkolár kiadó munkatársa, vagyok, és szeretném bemutatni a ma esti részvevőket, a főszereplőket, Molnár Krisztina Ritát. Szukvényi Katalinnak fog beszélgetni, de a kötet szerkesztője, költőműfordító. Köszönjük szépen Tandik Dórának és Színha Robertnek, hogy a testvények elvenítél egy-két dal feldolgozásra. Krisztinának ez a második verses kötete a Kőház után, amelyik a Szkolár kiadó gondolásában jelenik meg. Egy véletlen elszólásból most kiderült, hogy esetleg van ő regény is alakul, és hát én őszintén remélem, hogy a kiadó profilja az érezkedve még ebből egy mesé is lehet későbbiekben, de ez majd ne szaladjunk ennyire előre. Most a levél egy fjord partjára című kötetről van szó. Ezt a kis korongot, ami a kötetnek a címlapján is látható, emlékül elhasztott vissza minden egyes résztvevőnek, úgyhogy aki esetleg nem kapott még belőle, mert kikészítjük oda a lépcső szélére, és akkor mindenki lehet egy emlékként, és egy erdővezőért meg is kóstoljuk vele a fjordban. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai beszélgetésen. Számomra igazi ünnep ezt a gyönyörű szép könyvet kézbe lenni, a Levél egy fjord partjáról című verses kötetet. Mégsem ezzel kezdjük a beszélgetést, mert hogy amikor gondolkodtunk ezen az esten, akkor szóba került, hogy Molnár Krisztina Rita előző kötete a Kőház, és a jelenlegi a Levél egy fjord partjáról, az tekinthető egy közös ív két fázisának. Nagyon sok közös motívum, téma, ellenpont található a két kötetben, és egy picit ennek a kettőnek a viszonyáról szeretnének első sorban kérdezni. Ugye az egyik címe a Kőház, az egy nagyon statikus, zárt világot sugall. Ezzel szemben a Levél egy fjord partjáról az a távolságot, az elutazást hangsúlyozza. Milyen egyéb ellenpontokat, egy párhuzamokat kart érzékelsz a két kötet között? Ez az igazság, hogy miközben én is úgy gondolom, hogy ez egy felfelé ívelő és egy lefelé ívelő szakasz, és mindenképp egy közös ív a két kötet. Valójában azt hiszem, hogy egy-egy motívumot tudnék például, ami mondjuk az angyal motívum, ami a Kőházban indul és a Levél egy fjord partjáról van, zárul le. De talán általában a léleknek a mozgása is ez, tehát hogy elindul valami felfelé, és ahogy elcsitul és megnyugszik, és ez a Levél egy fjord partjáról, a kötet címadó vers is, meg maga ez a kép is, ami a kötet címében megjelenik, az nem feltétlenül csak a távolság, hanem az a higgadt, vagy nyugodt, vagy hűvös, de rendezett táj, ami nekem egy fjordparti település képzetét kelti. Ez azért is érdekes, mert hogy a távoli tájak, egyrészt az északi tájak, másrészt a mediterrán tájak nagyon sokszor jelenítik meg a verseidben ezt a békét, időtlenséget, rendezettséget. Egészen más hangulattal persze, de mind a kettő valahogy a gyötrő, túlságosan zajos hétköznapok ellenpontjaként jelenik meg mind a két kötetben. Az első, a Kőházban például egy holland hanzavárosra gondol a líraién, amikor rendkívül zaklatott és békét keresne. Itt pedig ugye a Levél egy fjord partjáról jelenti ezt a perspektívát, amit kiemeltél. És ez a távolság, a perspektíva vagy béke, ez nem csak a verses köteteiben, hanem a prózádban is megjelenik. Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy az északi és a mediterrán béke között milyen különbséget érzékelsz, vagy próbálsz érzékeltetni ezzel a két metaforával? Egyrészt elsütöm, mert szerintem nagyon sokan is sokszor elsütöttek, talán magam is szerbantalnak ezt az idézetét, hogy mennyire vágyakozik egy északi tájra, mert onnan még jobban lehet vágyakozni egy jó meleg napsütötte mediterrán tájra. Tehát az elvágyódás természete az, hogy már az elvágyódásra is elvágyódunk, tehát hogy még jobban tudjunk elvágyódni. De azt hiszem, hogy amíg a Kőházban maga ott a kötet címadó vers, ugye ez egy ilyen rendkívül
derűs, békés, időtlen kép, ami a Kőház című versben megjelenik, és igen, mediterrán, tehát déli táj. Ott az valóban talán egy elvágyódás. A levél egy fjord partjáról, abban sokkal inkább egy lelki állapot képe, tehát az abban nem elvágyódás van, hanem egy lehűlés, de jó értelemben, tehát nem megfagyás, hanem csak egy ilyen lehűlés, igen. Amit ma magam részében én is megerősítenék, és talán ez magyarázza, vagy nekem az én számomra ez magyarázza, hogy amikor gyerekek számára írsz erről a furcsa időtlen és majd nem idillikus távolítájról, akkor az mediterrán. Tehát az a közvetlen elvágyódás, annak a megvalósulása. És számomra az északi elvágyódós vagy utazós képeit sokkal inkább egy rezignált, átgondoltabb, felnőtt perspektívát hordoznak. Ha már ennyit beszélgettünk a kötet címadó verséről, akkor én szeretném, hogyha fel is olvasnál, kérlek. Mert még egyet elmondok, egy valóságos élményemet, hogy megadatott, hogy járhattam Izlandon, ahol, és itt most hogy minek a lehűlése. Tehát egy nagyon-nagyon, ugye Izland egy nagyon izgalmas táj, ahol csak tűz van, meg jég tulajdonképpen. És láttam egy olyan templomot, amit egy vulkánkitörés körbe folyt. Tehát, hogy megállt a templomtól mondjuk 15-20 méterre a láva, és ott meghűlt. De ott van a tűz nyoma megtermedve. Tehát, hogy azt hiszem, ez a lehűlést ezt így is értem. Tehát, hogy azért ott vannak a tűznyomai a hideg tájban is mindig. Meg az ember konstruálta, meg a transzcendens elem is ott van. Igen, igen. Levél egy fjord partjáról. Tudod, legszívesebben felgyújtanám. Nem indulatból. Biztos hallod, a hangom is nyugodt, egészen megnyugodtam, valahogy messze lettem. Mondjuk Finnországban vagy Norvégiában egy fjord partjáról nézem az eseményeket, ott hűvösebb van. Lehűl a szív is. Lassabban, békésebben dobog. Elkerülnek a pánikrohamok. Figyelem az elimulló fekete madártól lassú röptét. Szóval arra gondolok, egyszerűbb lenne tűzre rakni az egészet, mert rendben nincs erőm. Pakolni a felgyűlt lümlomot, majdnem felgyúltat írtam, válogatni mi kell, mi nem. Annyi fölösleges dolgot halmoztunk ide, kigyőzi darabonként átnézni, aztán a maradékhoz hívni szerelőt, festőt, gázost, tényleg már mulatságos ez a költőjetlen, visszavisszatérő metaforikus elem, hogy a kazán rossz, de mégis vicces, hogy a világ legalacsonyabb gázszámláját kaptuk, mert már az őrláng sem ég. Hideg vízben fürdünk, mintha patakban, még jó, hogy itt a nyár. A kerthez is csak pillanatokra támadt fel a kedvem. Múltkor találtam 10 szem szamócát, megmetszettem a fehér rózsát, és egy cserébe 2 tő paradicsomot ültettem. Aztán elfogy az erőm, mert nincs egyetlen szeglet sem, ahol ne kéne valamit tenni, vágni, nyesni, súrolni, sikálni, kigyőzi, haj, hát kigyőzi erővel, hittel, hogy lehet valahogy így is élni. Vagy veszek egy kék gyertyát, bordó petúniát, csokor petrezselymet, dobozka áfonyát. A hit szétszórodott morzsái, illatos, színes jelek arról, hogy úgy tűnik élni morzsán is lehet, vagy érdekelni legalább, kormos falak, romok között, mint kiégett városban, ostrom vagy tűz után. Többek között azért szeretem annyira ezt a verset, mert csurig van azokkal a motívumokkal, amik annyira jellegzetessé teszik Molnár Krisztina itt a költészetét. Ezek nagyon sokszor háztartási versek, tehát porszívó van bennük, és törölgetés van bennük, és a háztartásnak azok a tárgyai, mozdulatai, apró idegesítő vagy megnyugtató otthonos részletei, amiket igazándiból csak egy háziasszony érzékel teljes mélységükben. Ez egyébként az előző könyvben is hangsúlyosan szerepelt, a Kosztleltár című versben, és ebben a kötetben is többször előkerül. Mielőtt igazán rátérnénk erre a kötetre, igen, és a másik dolog, bocsánat, hogy érzékelteti ez a vers azt az ívet, amik aztán a Levél egy fjord partjáról ciklusai kirajzolnak, ami gyakorlatilag
mint hogyha egy történet, egy ki nem mondott balladisztikus történet íve lenne, ami katasztrófával, felindulással indít, és valamiféle elnyugvás felé mutat, akárcsak a két kötetnek a viszonya egyébként. De mielőtt ezeknek a ciklusoknak a részletesebb taglalásába belefognánk, előtte szeretném, hogyha meghallgatnánk a megzenésített változatát annak a versnek, amelyből az idézet a hátsó borítóra is felkerült. És ezen a ponton, hadd mondjam el nagyon örömmel, hogy közvetlen itt a beszélgetés előtti egyeztetésnél derült ki számomra, hogy Szina Róberték teljesen maguktól választották ki ezt a verset a kötetből megzenésítésre, és így teljesen másik gondolatmenet alapján kerül ugyanennek az idézet a hátsó borítóra, tehát ezek szerint több független szem és fül szerint is ez a vers tekinthető bizonyos értelemben a kötet centrális, vagy legtömörebb darabjának. Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és itt beszélgettünk előtt egy pár szót, én is szólhatok erről, és ez valóban elég megdöbbentő, hogy én is ezt a verset szúrtam ki. Én elmondom, hogy nekem mi volt a motiváció, én nagyon szeretem a rock zenét, bár klasszikus zenész vagyok, és ennek egy annyira sodró erős ritmikája van, hogy ahogy elkezdtem olvasni a verset, szinte már hallottam is benne a zenét. És erre még az is rát ez, hogy az első sor angolul van, és hát nem véletlen, hogy a rockzene nyelve az angol, pont a nyelv ritmikája miatt, és gyakorlatilag ez a kérdés egy pillanat alatt eldőlt, hogy ezt szeretem ezzel segíteni. Fogják szeretettel! Nagyon köszönjük. Az angyal a kötet egyik centrális vagy meghatározó motívuma, de ahogy mondtam, Krisztina költészete elég erősen épít az ellenpontokra, és az angyalhoz az élővilág konkrétan az állatok felől indítva jutunk majd el a kötet során. Az első ciklus címénél nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, és az előolvasót például a Bestiáriumot javasolta, ha jól emlékszem. Ha esetleg mondanál pár szót magáról az előolvasóról, akinek szerintem nagy köszönettel tartozunk mind a ketten, másrészt erről az elképzelésről, hogy mit is értünk Bestiáriumon, miféle állatok ezek, akik előfordulnak a verseidben, milyennek az egésznek a szerepe ezen a két. Hát köszönöm a kérdést, és most nem tudom, itt ebben a nagyon-nagyon sok kedves ember van itt, de nem látom, hogy itt van ez Záhonyi Enikő. Igen. Szia, Enikő! Akkor most lelepleznek, Záhonyi Enikő az én elő olvasom, mármint hogy a verseimnek különös tekintettel, és nagyon sokat köszönhetek neki, mert kegyetlenül őszinte, de tényleg, tehát hogy szeret annyira, hogy
Úgyhogy ez a kötet ugye négy évnek a kőház óta megjelent, vagy nem csak megjelent, megszületett verseknek a gyűjteménye, és illetve egészen pontosan körülbelül a negyedüknek a gyűjteménye, mert egy nagyon erősen megrostált anyag, tehát csak ami fent maradt ezen a rostán, és ebben Enikő nagy segítségemre volt. És valóban tehát én először a ciklusban rendeztem a verseket, valahogyan, nyilván már én is kidobáltam egy csomó mindent, és utána került Enikő szem elé, és akkor ő volt az, akinek erre szeme volt, hogy de hát itt van egy bestiárium benne, csak szétszórva és nem ciklusba rak, és hogy szedjük már össze akkor azokat. És igen, ez egyébként egy mindig nagyon izgalmas dolog, amikor az ember bármilyen szöveggel dolgozik, hogy akár egy antológia összeállításánál is, de saját verses kötetnél is, hogy a versek tényleg mennyire máshogyan kezdenek el viselkedni egymás terében, és hogy mennyire nem mindegy, hogy mi kerül mellé. Tehát ez egy nagyon izgalmas, hát nem is mozaiknak nevezném, hanem tényleg végül minden a helyére kerül, tehát itt tulajdonképpen, ahogy Latort idézve, az egyetlen lehetőség végül is, vagy az egyetlen legjobb lehetőség helyreáll, és így lett az első versciklus, ami végül élővilág lett. Mert én azt mondtam, hogy a bestiárium szerintem egy picit máshova visz még el. És az élővilág is nyilván, mivel ez nem egy természettankönyv, más jelentéseket is hordoz. Most nem akarom elemezni, mert szerintem benne van. És hát általában véve az élővilág, az, amelyik itt megjelenik ezekben a versekben, az nyilván egyrészt van egy idilli élővilág az ember körül, amelyikre szeret gondolni, hogy jaj, de helyes a macskám, mondjuk macska pont nincs a kötetben, de hogy mondjuk azért ezek ragadozók, akik megölik a madarakat egyébként, ezek a tündéri állatkák. És hogy ugyanígy, ahogy ellepik a darazsak a lakásunkat, vagy az egerek a garázsunkat, vagy, tehát ahogy hát azért egyáltalán nem csak a nagyon kedves arcát mutatja az az élővilág, amelyik velünk és bennünk, és hát nyilvánvalóan mélyen a lelkünkben él velünk, és még egyszer bennünk, azt hiszem. Én is imádom egyébként ezt a kettősségét az állatokról szóló verseidnek, de egyébként nem csak az állatokkal, hanem egészen más témákkal, mondjuk akár a hittel kapcsolatban is. Nem valamiféle idillizált vagy démonizált kép jelenik meg egy sikon, hanem ennek a több értelműsége, a gazdagsága. De ne csak beszéljünk róla, hanem hallgassunk meg belőle egy példát, a kígyó békát. Ami egyébként a kötetnyitó verse is. Igen. Kígyó béka. Hortenziánk alatt egy béka él. Tavaly pedig a kígyót láttam is. A rózsatő alól csúszott elő. Meglepett, és az is, hogy nem nagyon. Akkor, mikor a házba költözött, és összerágta annyi mindenünk egy népes és buzgó egér család. Pedig különben tényleg szép a kert. Mintha művelője délen élne. Kakukkfüvet nevel, és áttelel a rozmaringa zsája is. Van még citrom, levendula és kőfalak. De bárhogy is, nem lélez itt. Elég kemény a tél. A gránátalma és babér a fagyhalát nem éri túl. Nem úgy, mint a burkolatba fészkelt agyagdarázs. Nem tudtuk, és ezért történhetett, hogy átfúrták maguk, és arra érkeztünk haza, hogy azt hiszik, övék a ház, bent rajzanak. Persze most halottak, és talán nem érkezik új darázs kolónia. Egyet se félj, itt élnek ők velünk. Ebben a versben is folyamatosan felsejlik az a közelítő katasztrófa, vagy összeomlás, ami egy visszatérő helyzete mind a két kötetnek. Ugye az előző a Kőház című kötetben, az Edényekről című versben tűzrészt kellett oltani a keserűjének, az egy általános világösszeomlást vizionált. Ebben a kötetben Összeomlás című, Apokalipszis című vers is megjelenik, üres sírok jelennek meg, tehát hatalmas tragédiák sejlenek fel egy-egy vers erejéig, és ezeknek az ívét követi végig a könyv. Illetve ezek mutatnak aztán tovább az angyal érkezéséig. Az egyik ilyen verset az Ahogyan más időkben. Szeretném, hogyha felolvasnál.
Hát itt megint a kazánról lesz majd szó, visszatérőn. Ahogyan más időkben, ahogy hajón viharban, zúg orbít a kazán egyre, pedig viharról szó sincs. Hisz köccitált egész este, ahogyan jobb időkben az áldás hull mindenekre. Pedig áldásról nincs szó, jégbe fagy minden reggelre. Csak ónos szitálás hull, mindenünk páncélba vonja, ahogy nehéz időkben, mintha csak háború volna. De háborúról nincs szó, hisz csillog a halott utca, valami dál mesében, ahogyan csillog a szikra. Fényes, gonosz és csillog, egy annyira dán történet, ahogy zuhan a szívbe, és ki tudja, merre téved, és jégbe borít majd mindent, és ez a szép tulipánfa az ablakból pont látom, annyira vitézül állja. Egy-egy levél az ágán, félti büszkén, amit kapott, mint anyák karja tart meg minden megváltó magzatot. Pedig anyákról nincs szó, se nőkről, se fagyott fákról, de Isten óvja őket az ónszürke köccitáktól, hisz nem hagy elaludni, a kazán ordít a faggyal, ahogyan más időkben közlány palossal az angyal. Ennek a versnek a szinte lefolytott katasztrófáját pont az egyértelműség hiánya miatt szeretem annyiszor. Nagyon-nagyon sok versben csinálod meg, vagy mondtam, hogy nem egy sikon közelíted meg a témát, hanem mondjuk a tűzvésznél a tüzet oldó emberek között megjelenik a gonosz is, akiről tudják, hogy a börtönből nemrég szabadult, és előtte konkrétan gyilkosságot követett el, de most emberéleteket ment és tüzet volt. Vagy például ebben a versben is végig arról van szó, ami nincs, ami csak átdereng ezen a lefagyott téli világon. És ugyanez a kettőség jelenik meg az egyik kisállatos versben, a tücsökben, a végtelen tücsökben, ami abszolút centrális állat Krisztina a költészetében, nagyon-nagyon sokszor visszatér. Ebben a könyvben is megjelenik, az előzőben egész Tücsök című ciklus volt, és a mesekönyveiben is abszolút főszereplővé lép elő a tücsök. Szeretném, hogyha először meghallgatnánk a Tücsök című verset, és aztán egy picit beszélgetnénk róla, mert legalább 3-4 nagyon-nagyon gazdag irányba bontható szerintem a tücsök jelentések a költészetekben. Végtelen tücsök. A tücsök, a csöp, a kedves jószág, közelről nézve tiszta gonoszság. Nem marad nyugtom, nincsen nyugta. Zizeg és zizeg, nem hagy aludni, nem lehet mellette megmaradni. Monoton mondja, perek, csak perek, fekete rokka. És van az a bizonyos frekvencia, amit már nem ír ki senki fia. Van az a fősértő ritka regiszter, amit már nem lehet józan észre. Kitartó. Tartása viselhetetlen. Visszhangzó örvény az értelemben. Miért pont a tücsök? Igen, és köszönöm a kérdést, és itt a közönségben viszont tényleg látom, bár szerintem egyre rosszabb, hogy két olyan kedves vendég is van, akiknek fontos a tücsök. Szabó T. Anna, aki a Kőház című kötetet egyszerre mutatta be a Maléna kertjére, mert ez a két könyv egyszerre jelent meg, és valóban a Maléna kertje egyik ilyen virtuálisiban lévő szereplője Sibyl, aki egy Sibyl a parafrázis, és itt van köztünk Pataki Elvira, aki a Tettix című munkát írta, akit azt gondolom, hogy a tücskök és kapócák nálam sokkal mélyebben és alaposabban nem csak érdekelnek, hanem ismeretek, több ismeretel is rendelkezik jócskán nálam ezekről a kedves, különös lényekről. És azt gondolom, hogy ez nem az én költészetemben tör be különös szerepet a tücsök egyedül, tehát sorolhatnánk azokat a költőket Szabó Lőrinctől kezdve, akik a tücsök kettős természetét mondjuk így megénekelték már. Aki egyébként ugye nem is tücsök eredetileg, hanem végül is valójában egy kabóca, hogyha visszaásunk a gyökerekig, csak mindenféle fordítási hibák, vagy mondjuk lehet, hogy az észak-német vonzavárosokban kevesebb kabóca ért, mint tücsök, és akkor így jó, ilyen mégiscsak tücsökre beülünk. És így lehet az, hogy mondjuk például Vörösnek az Anyó című versében már tücsök leszek, fekete tücsök, tehát hogy így maradt. És hát La Fontaine-nél is nyilván ezért tücsök, tehát ugye nagyon sokféle
világ és magyar irodalmi tücsökre és kabószára egyszerre rezonálás ez. És hát nyilván a, mivel egy, a költészetnek nyilván egy elég régi metaforájáról van szó, és ennek a, szintén a kettős természete, tehát azt gondolom, hogy ez a vers másról nem szól, mint amikor Nemes Nagy Ágnes azt mondja, hogy a hattyúk tulajdonképpen rendkívül, tehát amelyik ilyen szép nemes állatnak néznek ki távolról, de hogy valójában rendkívül rondán veszekedő, agresszív, csúnya madarak közelről. Ha már előkerült a különböző motívumoknak a történelmi rétegzettségének a kérdése, a hagyományhoz való viszony, akkor nyissuk ki ezt a témát, mert hihetetlenül gazdag ez is. Rengeteget játszol a verseidben, elsősorban nyilván az irodalmi hagyomány, de egyéb művészeti ágaknak a kincseinek a megmozgatásával. Reflektálsz ezekre, felhasználod őket, újraírod őket, újraértelmezel műfajokat, átemelsz sorokat, és ez az egészen tragikus, komor regisztertől a végtelenül játékosig terjed, úgyhogy egy egészen izgalmas világ nyílik ki, ha ebbe az irányba keresgélünk. Hogy megint ne csak róla beszéljünk már itt a jelenségről, hanem hallgassunk is belőle, én javasolnám a lassú táncot, ami Vörös, ha már szóba került, Vörös Molerójának egy átirata, és az egyik nagy kedvencem. Igen, ezt abban az évben írtam, amikor a Vörös évforduló volt, lassú tánc, és valóban a Bolerónak a paraprázisa. És egyébként hagyd mondjam el, aki nem tudná, meg lehet, hogy nem alkotódik senkinek semmilyen kép a Blutyhal hallatán, a vizuálisan, tehát hogy ki, nem tudom, hogy ki tudja, hogy mi az a Blutyhal. Tehát egy páran lehet, ez néhány éve kerengett, azt hiszem egy adott évben a képe az interneten, mert abban az évben ő volt a világ legrondább állatának megszavazva. Ez egy nagyon szegény hal, nem borítják a testét pikkelyet, tehát semmilyen védekező képessége nincs, és az egészen mély tengerekben él alul, és a különböző tengeri áramlatok sodorják. És megdöbbentően emberi arca van, tényleg ajánlom mindenkinek rákeresni otthon, én nagyon megszerettem. Én emlékszem, hogy az akkor még kisebb kamasz egyik filmnek, amikor megmutattam, pedig hát jó, de elsírta magát, tehát az együttérzéstől ez a Blutyhal, egy létező állat, végtelen. Mind blutyhalak vagyunk, nem viccelek, mind blutyhalak vagyunk, a mély bele, és még a lábsodor a végtelen tömeg, a csilla fény alá, előbb-utóbb együtt leszünk, és nincs ki visszanéz, oly mindegy már a hold, a nap, az ég. Ha blutyhalak vagyunk, a tenger lágyan elsodor, és pikkelyünk meg izmaink helyett a víz vigyáz vezet élők alá, hideg fenékre, hol nem ég a vágy, ezüstös villogásra kettős siklás után, egymás mellett narancs korall mögött, de később mit tegyünk? Csak ahogy a vízharang ránk borul, mind hallgatunk, mindig másként a csilla fény alatt, sodró vizek között, de végül mégis így halak vagyunk. Nek a versnek nagyon erős a zeneissége, és a zene mint téma is végig vonul a költészeteden, illetve ebben a kötetben is többször megjelenik. Mondanál erről néhány szót? Hogyan kerül be a versekbe, és milyen szinteken foglalkozol ezzel? Hát azt hiszem, mert többször beszéltem róla, hogy egy olyan családban nőttem fel, ahol mindenki zenélt. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy mi volt a civil foglalkozása, tehát, hogy valóban zenész volt, mint például édesapám, aki zeneszerző és karmester, vagy pedig, hogy német nyelvész volt, vagy építészmérnök, vagy orvos, tehát mindenki hegedült, vagy csellózó, tehát a zenélés hagyománya elég erős volt a családban, és a hétköznapok szintjén is, tehát nem ünnepi pillanat volt a zene, hanem itt például az elsősorban öcsém, aki nagyon valaha csellózott, de aztán később kamaszkorában sokkal inkább gitározott, és akkor miközben főztünk, egy nagy családban nőttünk fel, akkor mondjuk krumplipucolás közben ő gitározott, így megúszta a krumplipucolást, és közben énekeltünk. Tehát, hogy így én magam is 8 évig tanultam zongorázni, tehát, hogy így része volt a zene az életünknek. Ja, és arról nagyon szerettem volna megemlékezni, ha már itt vagyunk az író boltjában,
hogy amíg parkolóhelyet kerestem, körbejártam itt életemnek a különböző olyan utcáit, ami nekem gyerekkoromban elég alapvető volt, tekintettel arra, hogy a 6. kerületben jártam iskolába, a Balza utcai énekészenetagozatos általános iskolába. Többen vannak itt most osztálytársnőim és egykori tanáraim is, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Például Komjáti Anna, aki rajztanárnő volt, és egyben festőművész, Szerbusz Anna. És azt gondolom arról, hogy mi az, hogy szabadság különböző zárt keretek között, azt egyrészt az Enyém is tanított, de például Anna is, akinek azért a szocializmusban kellett minket szabadságra nevelni, ami nem lehetett olyan nagyon könnyű. És egyébként a Nagymező utcában parkolok, ahol pedig az édesanyám nőtt fel egy 4 gyerekes családban. Úgyhogy ez ilyen szempontból is most nekem nagyon öröm volt idejönni az íróboltjába, de ide jártunk át a Zeneakadémiára is, az általános iskolai osztályunkkal volt mindig hangversenybérletünk, tehát ez a vidék és a zene az erősen összekapcsolódik. Úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen természetes módon van benne része, vagy hogy is mondjam. Tehát a zeneként is, és az életedben is. De hát nem csak te használsz zenei motívumokat, hanem egyéb interakcióba is keveredsz időnként a zenével. Ha jól tudom, a következő dal szövegét is te írtad, illetve beszélnek erről egy pár szót. Még következik egy magyar népdal. Elkezdtem feldolgozni Bossanovába, és írt egy kis bökkenő, hogy csak 2 versszakot ismertem, aztán megkérdeztem olyanokat, akik esetleg jobban tudhatják, de mindenki csak 2 versszakot ismert, de nekem 6 kellett. Felhívtam Ritát, hogy tud-e ezen segíteni, és hát fogadják szeretettel az eredményt a kis kecelányom. Itt a versszakaival.
köszönöm. Omián Tilna valószínűleg nagyon jó munkát végezett, mert nem csak a zene kerül elő lépten nyomon, hanem ahogy említettem, a képzőművészeti referenciák is. És így fellapoztam, miközben a zenét hallgattam, hogy mi lenne egy kiragadható példa ezekre. Sajnos a szerző nevét nem tudom kiejteni, a Pipó utazása című képes könyvhöz. Satoe Tone. Satoe Tone, aki nem tudom milyen nemzetiségű. Japán is érvezni. Tehát az ő képes könyvének figuráihoz, ha jól értem, írtál hajkukat. Ugye az előbb egy névdal kiegészítést hallgathattunk. De nagyon gyakori például a ballada műfajával űzött játék a verseidben, különösen ebben a könyvben. Miért izgat annyira a ballada? Miért annyiszor? Mit tud ez a műfaj, ami ugye ma azért nem egy annyira népszerű műfaj, mint mondjuk 150 évvel ezelőtt, ami miatt ez neked annyira kedves? Még egy pillanatra a Satoe Tone vers három haikura reagálnék, hogy pár évvel ezelőtt itt volt Magyarországon nekem nagyon kedves a kis gombos könyves volt Viatorban, ahol három éve tartok versírókört, és a kis gombos a szerzőnek a kiadója, és ők jelentették meg Magyarországon ezt a könyvet, amihez a három haikut írtam, mert akkor ott voltam a megnyitón. És akkor hajdúságoljam el, hogy akit érdekel esetleg, hogy most lesz újra Magyarországon, és a Deák 17 galériában lesz egy fantasztikus kiállítása ennek a nagyon különleges japán művésznek. A balladára visszatérve pedig azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem is nagyon lenne elvileg helye lírai kötetben, tehát hogy... Határeset? Igen, határeset. Az egyik, ami a kötetben van, az teljesen... ennek az évnek köszönhető, tehát annak, hogy arany emlékében vagyunk, és nyilván van egy-két olyan műve mindannyiunknak, akik írunk, ami nem született volna meg, hogyha nincs egy felkérés. Tehát az egyik ballada, az egy aranymodorában írt, és az emlékév alkalmából írt ballada, éppen most jelent meg a Vigiliában egyébként. Ez a Csipkefosztott asszony? Igen, a Csipkefosztott asszony balladája. A másik pedig egy olyan, nyilván alapvetően lírai okból keletkezett ballada, tehát egyszerűen volt egy probléma, ami engem nagyon foglalkoztatott, tehát nem a műfaj volt az, ami foglalkoztatott, hanem azt a dolgot abban a műfajban tudtam elmondani. Tehát, hogy abban a műfajjal volt kompatibilis. Lehet, hogy nem értesz egyet, de nekem van egy olyan érzésem, hogy a balladának a rejtőzködő stílusa is nagyon-nagyon közel áll hozzád. Tehát ez például egy radikális különbség kettőnk között, hogy te nem direktbe kimondani szerez dolgokat, hanem sejteti nagyon sokszor a tárgyakon, más műalkotásokon dereng át, azokon keresztül közvetve érzékelhető az a jelentés, amit a versre bízol, és ez a nagyon szemérmes, de közben rendkívüli mélységeket érzékeltető kifejezésmód, ez szerintem erősen a sajátod. A balladákban nagyon erős nő alakok jelennek meg, ugye a Csipkefosztott asszony balladája cím szereplője is nő, és a másik is egy kőműves kelemen átirat. És a nők és a férfiak nem feltétlenül hagyományos arányban és szerepkörökben jelennek meg, illetve magukat a férfiakat is nagyon sokszor a hagyományon keresztül, a hagyomány kiforgatásával ábrázoló. Gondolok itt például olyanokra, mint a Pán Péter dala, vagy az előző például az Anyegén, vagy Hontalan Ivánról szóló vers. Mesélnél egy kicsit ezekről a férfiakról, hogy mennyiben más az a perspektíva, ahonnan te ábrázolod őket, illetve hogy mit emelnél ki ebből a verscsoportból? Ez most egy picit váratlan, mármint hogy így hirtelen próbálom végig gondolni, azt gondolom, hogy talán onnan lehetne közelíteni, hogy én egy alapvetően női dominanciájú családban nőttem fel, olyan értelemben, hogy hárman voltunk lányok és egy öcsém volt kisebbségben. Ehhez képest egy olyan családban töltöttem majdnem két évtizedet, ahol a férjem mellett három fiú gyerekem volt. Tehát valószínűleg egyszerűen más lett a nézőpontom, tehát hogy nyilván egy anya a fiúkról sokkal többet megtud, hogyha
Tehát, hogyha nem lánygyerekek anyjáról van szó, hanem fiúgyerekek anyjáról, akkor más tulajdonságaik is ismerté válnak, vagy nem is tudom, de hát, hogy erre tényleg nem biztos, hogy jól tudok válaszolni. Akkor talán jobban megfogalmaznám a kérdést, hogy nagyon sokszor a férfi és női szerepeket olyan értelemben definiálják egymás közt, hogy a nő a szerelmes nő, a férfi meg a hős, aki mondjuk őt megváltja, megmenti, a biztonságot, az élete kiteljesedését jelenti, és itt szerintem erősen kifordulnak ezek a szerepek, sokkal inkább a nő jelenik meg egy anyaszerepben, egy gondoskodó, eltartó, gyámolító szerepben, és a férfiak azok nagyon sokszor sokkal inkább gyámoltalan kisfiúként kerülnek elő, mint a tradicionális férfi szerepkörben. Ami számomra nagyon realisztikusnak és bizonyos pontokon kedvesnek tűnik, nem tudom, hogy a férfi olvasók is biztos, hogy minden ponton egyet értenek-e vele. Ilyen sorokra gondolok, hogy a Pán Péter dal, ami ugye megint egy gyerekes, vagy magát gyerekszerepbe álmodó férfi hagyományát mozgósítja, az így ér véget, hogy partot nem érek, nem soha beszélhet nekem a józanész, nem leszek olyan ostoba. Felnőni? Nem, így is nehéz. Tehát nagyon sokszor kisfiúk ezek a férfiak a könyveiben. Ezzel szemben a nők pedig szintén nem elsősorban a vonzó fiatal lányként jelennek meg, hanem anyókaként, háziasszonyként, megint ilyen realisztikus, és egyszer s mind transzcendens távlatokat sejtető nő alakúként, mint a Halál vagy Omiros, most hirtelen nem emlékszem, hogy az előző kötet, vagy a mostani, vagy a más, vagy ezek a balladisztikus nő alakok. A kötet ívét, ahonnan a beszélgetés indult, és ahol igyekeznék visszatérni, szintén ez a férfinő viszony határozza meg bizonyos mértékig, vagy ennek a logikája mentén is olvasható a kötet. Ha így gondolsz rá, akkor te milyen ívet látsz végigvonulni a köteten? Azt gondolom, hogy tényleg perspektív a kérdés, mert gyorsan megpróbáltam végig gondolni, amit mondasz, és azt gondolom, hogy ebben a kötetben is, tehát hogy valóban az anyagim egyébként az előző kötetben van, de a Pán Péter dala az ebben, de azért van ebben másféle nő alak, meg másféle férfi alak is. Tehát most mondom, hogy egy kislány perspektívájából az apa, például van az apa vers benne, az egy nagyon másmilyen férfit mutat, meg egy nagyon másmilyen lányt, vagy az árnyék simogató megint egy nagyon másmilyen nő. Tehát azt hiszem, hogy tényleg perspektíva kérdése, tehát hogy nem, talán nem lehet, most ez így a férfiaknak is mondom biztatásul, ennyire biztosan ezt mondani, hogy csak ilyenek vannak benne. Tehát, hogy ez egy komplexebb, és hogy azt hiszem, hogy egy kapcsolaton belül is talán változnak ezek a szerepek, vagy hogy éppen hogyan viszonyulunk a másikhoz. Tehát, hogy egyébként így az archetipusokban is, tehát hogyha azt hiszem, hogyha mondjuk tényleg az Ádiós királyfi tündérszép pillanat történetre gondolunk, hogy ott is ugyan az Ádiós királyfi a hős, aki elnyeri a tündérszép pillanat kezét, mert azért a tündérszép pillanat azért egy jó pár próbának kiteszi előtte, tehát hogy azért így megedzi előtte, tehát nem mondja azt, hogy na persze, hát rögtön kelljünk egybe. Tehát így és hát aztán viszont ugye az eredeti történet szerint visszakapja a cselédlányainak adott pofont az Ágyírustól a tündérszép pillanat. Tehát, hogy azért ez bonyolultabb. Elnézést kérek, hogyha félreérthetően fogalmaztam, hogy pont azt akartam kiemelni, hogy a legklasszikusabb, legsematikusabb nő és férfi ábrázoláshoz képest sokkal változatosabb és kiforgatottabb dolgokat fogalmazom meg, akkor én nem fogalmaztam elég egyértelműen. Nézzünk ezekből a típusú versekből is egy példát. Nem tudom, hogy az édesapádnak szóló verset, vagy a pontot szeretnéd, ezt rád bíznám. A pont, mert az egy kicsit viccesebb. Pont. Ha egy pontot küldenék SMS-ben, meglepődnél, gondolom, és találgatnál, mi lehet a lehetetlen, hogy mit rejtettem el a pötnyi üzenetben. Azt, hogy sajnos vége van, hogy itt a pont a mondaton a történet így zárul, s a magyarázat későbbre, jobb időkre hárul. Vagy ellenkezőleg épp, hogy pont úgy vagy jó, ahogy vagy,
Ahogy küldött az Isten, volt a kép, és én is így pont te neked. Mert pont jókor érkeztél, akkor, mikor lehetett. Nem előbb és nem később, pont amikor kellett, hogy legyen végre élet is a meghalás mellett, pontosan, mint a bécsi gyors, vagy az idő Greenwichben. Kiszámíthatatlan volt, pont úgy, mint ami nincsen. Vagy hogy pont úgy jó minden veled, ahogy alakul, szeressépen kedvesen, vagy vágyakoz vadul, eshet éppen az eső egy kora reggelen, és mi vitatkozhatunk bármiről hevesen, és olyan jó, hogy nálatok lehet enni lángost, és még az is meg lehet, hogy utálod a várost, mégis veled tudtam meg, hogy mit jelent a páros. Hogy nem egy meg egy, csak kettő, egyszerűen így, akkor is, ha ez most mindent felborít. De lehet, hogy arra gondolnál, hogy ez a pont a gyűrűbe, a végtelenbe zuhant vágy, a fekete lyuk sűrűje, vagy a megtestesült, a szótlan, az elnémult hiány. Te persze hihetnél azt is, hogy figyelmetlenül vagy észrevétlenül megnyomtam egy gombot, pont a pontot, te meg itt találd egy hiába, töprengve, fél lábra állva, s lehet, hogy válaszul elküldenéd a kétség fekete kérdőjelét. Az egy és a kettő dinamikája, a fordulópont, az itt is megjelenik, és ahogy mondtam, ez a kötet is nem mondja ki, csak sejteti a dolgokat, de szemlátomást egy fordulópont előzetese és reflexiói rajzolják ki a kötet ívét. Ezt a két fázisú szemléletet érzékelteti az Után előtt című vers is, és szeretném, hogyha felolvasnád, mert ennek kapcsán beszélgethetnénk talán arról a 86. oldal, beszélhetnénk talán arról, hogy honnan, hova jut el ez a kötet, és hogyan tudja bejárni ezt az utat. A bestiáriumtól, az élő világtól, a kézzel fogható, lélegző és nagyon komplex valóságtól, valamiféle sokkal békésebb, de nem feltétlenül elvontabb transzcendenciáig, amifelé talán tart a kötet. Után, előtt. Ez annak az ideje, mikor a háborúk után és a háborúk előtt teát iszunk az alkonyatban. Lesz majd az is, amikor az orvosom azt kiáltja felé mosolyogva, bátorság, pedig mindketten egy-egy szölöphöz kötözve várjuk épp a lassú tűzhalált. Nem fogja tudni, hogy közben ő érte is imádkozom, remélve, hogy az Isten, akihez beszélek, nem botránkozik meg, amiért egy buddhista szerzetessel gyógyítottam a sebeimet. Először csak a pipacsos napok, aztán a Maxim éjszakában szétszóródnak a csillagok. Én különösebben nem szeretem ezt a verset, sőt, megpróbáltam kipöckölni a kötetből, és azt mondom, hogy utólag meg kell kövesselek, és igazat kell adjanak, mert hihetetlenül jól sűríti magába azt, ahogy egyszerre dolgozol többféle hagyománnyal, miközben a magad módján állást foglalsz a számodra fontos hagyományok között, de hihetetlen toleranciával integrálod a többit is. Ugye ebben a versben van valamiféle transzcendens világkép, tehát van egy ilyen, gyakorlatilag a keresztény versek sorába illeszthető gondolatkör, van egy buddhista, és az egész az valahol egy indián regényre hajazó jelenetben jelenik meg a szemünk előtt. Ezek a nagyon eltérő képzetek, mint hogyha mégis ugyanazt a transzcendenciát céloznák. És maga az utolsó ciklus is erre fut ki, aminek ugye Spirál a címe, és talán itt venném elő azt a spirál alakú korongot, amiből egy egész kosárra való lapulott a lépcső tövében. Nem akarom most körbeadni, csak talán egyet, hogyha felmutatna, és egyébként a kötetnek az elején is ez a motívum jelenik meg. Egy picit mesélnél erről? Miért pont ez került a kötet címlapjára, közepébe, záró ciklusának élére? Mit jelent ez neked? Hát az első spirál vers, amit olvastam, az amit szintén itt ülő Draskóczi Ági, még egyetemista korában költő írt verse volt. Játék, azt hiszem a címe, és hogyha az ember olvassa, akkor nyilvánvalóan elszédül. De ez az ősidőkben történt még, hogy én ezt a verset olvastam. És aztán újra és újra
szembe találkoztam olyan szövegekkel, amik spirál alapban keletkeztek, nem csak költészetben. A Greta Rice című, a Malina Kekihez kapcsolódó három gyereknap projekt tartalmazó gyerek és felnőtt naplóregénynek a borítóján és a fejszoszi korongnak egy stilizált változata szerepel, ami krétai hieroglifával íródott, amit a mai napig úgy tudom, hogy nem fejtettek meg, bár az a feltételezés, mint egy Mirelle Minoszi templom romjai alatt találták, hogy valószínűleg egy fohász. És engem ez a pörgés, a szétülés, a spirál, egyáltalán a spirálvonal a természetben, amiről tudom, hogy nem csak egyféle van, most már utána olvastam, tehát hogy nem szabad például a csillagvonalaknak és a napraforgó magok, ahogy nőnek a napraforgó közepében, illetve a tobozoknak a kis levelei, ahogy körbe vannak, ugye ez a Fibonacci számsor szerinti aránypárok szerint van, de hogy nem, még nagyon sokféle spirál van, utána olvastam, és hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez egy világegyetemet rendező erő. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy ezek a vonalak nem mindegyek nekünk, és az elménknek sem, és hogy nagyon sok köze van, tehát hogy arhaikusan az imádságnak és a versnek is nagyon sok köze van egymáshoz, tehát hogy valaha ez nem vált ketté, hanem az ugyanaz az ember volt, aki valamit csinált így a nem látható világgal a közösség számára. És azt hiszem, hogy valami ilyesmit próbál ez a legutolsó vers összefoglalni, vagy elmondani egy egészen egyszerű csigaház képével. Egy játék egyébként ez a vers, mert a Fibonacci számsor szerint írtam a sorokat. Nem tudom, hogy azt hiszem, hogy ez a válasz, tehát, hogy a nem láthatóval való valamilyen eszköz, aminek a segítségével kapcsolatba kerülünk, mondjuk. Miközben beszéltél, néztem, hogy a főbevalódon is a spirálvonal jeledik meg, a nyakláncodon is. Tényleg ez egy ilyen vezérmotívumnak tűnik. Szerintem olvast fel magát a verset is, de nem ezzel szeretném befejezni. Csak ha már ennyit beszéltünk a spirálvonalról, akkor ne hagyjuk ki semmiképp. Ez a kötelés a ciklus záró verseiben. Igen, és van egy ajánlás, a Spirál című vers ajánlása így hangzik. A két indiai matematikusnak, a szanszkrit költészet vizsgálóinak, Gopalának és Hemachandrának, valamint Leonardo Fibonaccinak, és mindazoknak a lényeknek, amik így vagy úgy tekeredve növekszenek a mindenségben. És a vers. És a hűfény szürke gyöngyháza bújva növekszik, elrejti kristály, smészfal, tenyeremben apró templom, nézd, egy csigaház. Itt az ajánlásból is látszik, amit már említettem, hogy miközben te állást foglalsz, tradíciót választasz, és ez abszolút vállalod is, tehát például az utolsó ciklus az a keresztény ünnepkör kiemelt ünnepei köré szerveződik. Eközben végig hangsúlyozott, hogy minthogyha bármilyen hagyományon keresztül, bármilyen disziplinán keresztül ugyanabba a pontba törekednék. Mindegy, hogy a matematika felől megyünk neki, vagy a költészet felől megyünk neki, vagy az élővilág felől megyünk neki. Mindegyik esetben egy nem egyenes, hanem sokkal inkább körkörös, de felfelé törekvő évet járunk meg. És ebben a könyvben a kalauz, aki végigvezeti az olvasót, vagy talán a líraiént ezen a furcsa spirálvonalon, ez az angyal, akit már emlegettünk, és aki már az előző kötetben is feltűnt, de igazán hangsúlyossá szerintem, vagy vezér alakká, azt hiszem itt válik. Szeretnél az angyalról mesélni, mielőtt angyalos verset olvasunk? Hát, nem is tudom, tavaly a Credo kiadó megkért több kortárs szerzőt, hogy a írjon mesét, amelyikben mindenki a jeruzsálemi történet egyik szereplőjévé vált, és annak a nevében kellett, vagy annak a nevében, de arról kellett írni, hogy bármikor játszódott, tehát így lett csillag, betlehemi csillag, vagy lett Szamár, vagy Mária, vagy tehát mindenki lett, és én az angyal lettem. Tehát egyszerűen egy annyira szép ajándék volt nekem ez karácsonyra. És abban a történetben, az egy ma játszódó történet,
is megjelenik egy angyal, aki nem más, egyébként Ibolyának hívják ezt az angyalt, valójában nem hívják se, hogy csak a kislány nevezi el így, aki beszélget vele. Egyébként az az angyal éppen az áramszünettől bújik ki egy konnektorból, és így találkoznak és beszélgetnek. Tehát az angyal, azt gondolom, hogy az a lényege, hogy nincsen abban az értelemben, ahogy mi vagyunk, vagy ahogy a darazsok vannak, hanem egyszerűen csak az üzenet maga, az üzenetet hozhatja ezt egy áramszünet, vagy bárki más, akár tudtán kívül is. A te angyalban én is ezt a kettősséget szeretem, hogy nem egy egyértelműen pozitív figura, hanem egy nagyon komplex, éppen nem létezés által időnként irritáló jelenség, és ennek megfelelően nagyon összetett az, ahogy erre reagál a líraén. Én azt hiszem, hogy ez a kicsit abszurd, semmiképpen sem sematikus angyalképpel zárnám a beszélgetést a Jó Hogy című versben, hogyha felolvasnál. Tehát, hogy így valódi angeloszként gondolok rá, tehát hírvívőként. Jó, hogy. Elszállt az angyal. Jó, hogy elszállt. Sokáig itt volt, tovább a soknál. Hozott is, vitt is üzenetet. Az angyal dolga mi több lehet? Nem tud főzni és pénzt keresni, nem tud a gyerekért időre menni, nem vesz ruhát és cipője sincs. Ujján és nyakán foszlik az ing. Hozza és viszi a leveleket, az angyal dolga más nem is lehet. Az angyal mással nem terhelhető, élete céltalan, ellepenő, ne sértse szárnyát, üssekő. Áldásom rád, kedves angyalom, Isten hozott, vitt. Rádjon. Nagyon köszönöm. Én is nagyon köszönöm. A békét is, ami ezekből a versekből árad, a beszélgetést is, magukat a verseket, és nem tudom, hogy szeretnél most formálisan és plenárisan kérdéseket, vagy inkább csak kezdjünk el magunk között beszélgetni, és csigavonalakat szedegetni magunknak. Mi szeretnél? Hát én először is szeretném megköszönni neked is a beszélgetést, és nektek is a dalokat, nagyon szép volt. Hogyha bárkinek van olyan kérdése, amit szeretné, hogy így plenárisan válaszoljak, akkor szerintem nyugodtan tegye fel, de egyébként pedig azért elmondom, hogy ott az írók volt a kedvességéből hátul vár minket kávé és egy kis innivaló, és hoztam viszont ilyen fahéjas kicsike csivavonalakat, meg kakaósokat is, amit meg lehet enni, és nagyon szívesen dedikálok, hogyha valaki szeretné. Csak azért állok fel, hogyha bárki érez magában egy biztatást, hogy ő kérdést tenne fel, akkor nagyon szívesen oda viszem a mikrofont. Senki többet harmadszor? Akkor szerintem legyünk barátságosok, és menjünk hátra, és ott örüljünk egymásnak a továbbiakban. Köszönöm!